Erőt, egészséget, kedves bajtársak! Ez itt a Kavel Game Channel. Én Raptor vagyok, és mint ahogy láthatjátok, ismételten egy újabb játékkal érkeztem, ami nem más, mint a Spaceborne-nak a második része, mint ahogy láthatjátok, itt fel is villant, hogy mint ahogy itt szintén látszódik, hogy Early Access, tehát korai hozzáférésben van a játék. 2023. február 17-én jelent meg. Hát ez egy űrszimulátor, rossz játék, úgy elvég lehet benne bázist is építeni, van tudomány, gazdaság, menedzselés, bányászat, háború, flottát tudunk irányítani, tehát hogy azért eléggé kis összetett gamenek ígérkezik. Az elsővel nem játszottam, tehát nem tudom, hogy milyen. Egyjátékos módos, tehát nem tudtok multizni benne, de viszont, hogyha valaki szereti az ilyen űrös sztorikat, akkor lehet, hogy esetleg ez neki érdekes lehet, és ki fogja esetleg próbálni, vagy rá fog nézni. Ugye magyar nyelv az nem támogatott, angol és török van, tehát ugye ezek közül a kettő nyelv közül lehet egyelőre választani. Ajánlott képigény az Intel Core i7 4470K-s, vagy Ryzen 5-ös 1500-as, ugye 3500 GHz-esek, 16 GB RAM, GTX 1060, vagy pedig AMD RX 580, de elmegy ugye egy Intel Core i5 2500K-n, vagy egy AMD FX 6300-ason is, illetve egy GTX 780, vagy egy AMD R9-es 290-es 4G-s videókártyám. Tehát, hogy azért akkora gépigénye szerintem nincs, de tehát, hogy ezt majd meg fogjuk látni. Nekem elvileg mindent ugye full-ra rakott a játék, tehát Epic-re, majd meglátjuk, mennyire fog szaggatni, és 22 giga a szabad helyet is föl kell szabadítsatok, ha netántán úgy döntötök, hogy befizettek rá, és ez mindössze csak 19,50-be kerül, tehát 19,50 €. Úgyhogy aki az ilyesmiket szereti, és így bele fog nézni magába ebbe a kis sorozatba, ugye ez nálam ez mindig ez a kipróbáltuk sorozat, ugye nem próbáltam még ki a játékot, csak így megtetszett a játéknak a miensége, tehát ugye ez az űrszimulátor és ez a űrhajókkal tudunk menni, stb. Stb. Úgyhogy most így szeretném nektek egy kicsit ezt így bemutatni, és hogyha nekem is tényleg annyira fog tetszeni a játék, mint amennyire így első ránézésre megtetszett, akkor valószínű, hogy fogunk még vele játszani, és hogyha ti is úgy igénylitek, illetve szeretnétek még több részt belőle, akkor ugye mindenképpen ugye jelezzétek kommentbe, és akkor még minél jobban megpróbálunk belenézni. Úgyhogy így hosszas bevezető után hadd köszönjem meg mindenkinek, aki itt van, aki rámert ugye nyomni a feliratkozás gombra, illetve a régieknek azt, hogy még mindig kitartanak, és tényleg egyre többen is többen vagyunk. Ugye ez nagyon sokat jelent, hogy egyre több komment, illetve pozitív visszajelzés érkezik a felől, amit csinálok, úgyhogy ez nagyon jól esik. Úgyhogy szerintem nem is tudom, nem találok szavakat, srácok. Nagyon szépen köszönöm egyszerűen, tehát csapjunk is bele. Szerintem, mert úgyis a gémre vagytok kíváncsiak, nem arra, hogy én itt lököm a hülye rizsát. Oké. Okay. Hát úgy látom, itt vannak dolgok. Katonai rész, pilóta, ez meg ilyen egyéb. Hát szerintem mindent osszunk el egyformán. Egyenlőre, aztán majd meglátjuk, hogy a játék ugye amúgy ezt hogy igényelte volna. Úgyhogy mindenre úgy vagyok vele, hogy teszünk egy kicsit. Nem tudom, a későbbiek folyamán mi mennyire fog kelleni, hát még két pontunk van, legyen az intelligencia, meg legyen a szerencse, legyen szerencsénk a dolgokban, úgy itt írja amúgy, hogy mi micsoda, meg hogy, meg tehát látjátok, eléggé összetett a dolog. Egy háttértörténet, tehát ugye ezt is úgy össze tudjuk állítani, ami szerintem nem olyan rossz, ugye vannak itt ilyen klasszok, ugye itt írja, hogy mik a bónuszok, amiket kaphatsz. Mint ugye kapitány, szabadúszó, kereskedő, felderítő, ez lehet, hogy nem kereskedő, hanem ez lesz a merchant, lesz a kereskedő. A mercenary ez valami katonasággal foglalkozhat, tehát ja, valami fighter. Lehet, hogy ez ilyen desertőrszerű, jó páncélott tesó.
Ez a felírás, ez nem tudom, nem emlékeztete benneteket esetleg valamire, japán cél, ahogy most ez így kinéz. Kapitánynak viszont egész jók az izé. Moment bonus formáció, defenzív formáció. Ez ha van, tehát hogyha ilyen bűnözőkre vadászunk, ez főleg XP-ket ad. Ez se rossz amúgy, már a páncélja az nem olyan, hogy hívják, ez viszont elég komoly, tehát ez elég ütősen néz ki. A kapitányi páncél, ezt inkább a Mass Effect-re mondanám, ezt viszont inkább a StarCraft Marine-nak a páncéljához hasonlít. Tehát, hogyha hasonlítani kell valahoz, de nem hasonlítjuk úgyis semmit sehova, és úgy látom a maradék pedig ugyanaz. A kalóz páncél, az meg kalóz páncél. Oké, nézzük, hogy mik azok, amik vannak. Ezek lootok. Ez a kapitány, ez eléggé tetszik, ugye formációban, hogyha megyünk, akkor movement speed van. Illetve, hogy hívják, meg ez is tetszik, hogyha ilyen szabad úszók leszünk, de szerintem ezt fogom választani. Aztán lehet, hogy nem jól döntöttem. Ha mégse, akkor újat kezdünk. Oké. Picit nagyon bezumoltunk. Nagyon nem akarok változtatni a karakteren. Ez a csávó, ez nagyon beteg. Ez nagyon sokat éjszakázott. Azt a mindenit. Szegény ember. Volt itt öreg, ez a sepphelyes harcú, ez egész jó, ez látszik rajta, hogy ez már ilyen több háborút is megélt. Hát annyira mondom, nem akarok ezzel. Vannak itt azért, de nézzetek. Lehet itt azért dolgokat rápakolni az emberekre. Kinek mi a izé, tetoválást is néztek. Ez nem nézett ki rosszul viszont. Aha. Szóval vannak itt azért érdekes dolgok. Aki esetleg már megveszi a játékot és ezt mindenképpen megnézi, annak biztos érdekes lesz. Én ezzel annyira most nem akarok foglalkozni. Melyik az első? Hello? Ez talán itt nincs semmi. Szint is tudtok választani. Ez itt szemszínét változtatja, de lehet, hogy azért hát elég jól be lehet állítani a karaktert. Még ilyen izét is lehet. Na, még a szemszínét is be tudjátok állítani, mennyire akarjátok. Ha legyen így. Nagyon nem, tényleg nem akarok nagyon belemenni. Tehát itt látjátok, tehát mindent át tudtok úgymond állítani, hogyha szeretnétek. Én nem szeretnék. Remélem, hogy ezt engedni fogja. Igen, szeretném elkezdeni. Köszönjük. Remélem, nem lesz hangos a játék. Majd ingyen figyelek rá. Remélem, hogy valami videó lesz. Valami történik, mert nem tudom az egeret mozgatni. Semmi videó nincs. Csak így bedobtak minket. Oké. AVSD, mouse-szal körbe tudunk járni. Itt kezdtünk. Shift-tel tudunk sprintelni. Egészen hangulatosan néz ki. Rendben, barátom. Értem a célzást, tehát vegyelek lejjebb, mert hangosan fogsz itt nekem üvölteni, és akkor még a repülővel nem is mentünk egy körcse. Úgyhogy szerintem egy 20-asig lehúzom nektek, mert úgy látom, hogy elég hangos. Bár múltkor valahol aki jelezte, hogy nem elég hangosak vagyok, én sem, meg a játék se. Oké, ugye ott írja, hogy hol a hajónk, ott írja, hogy hol a küldetés, ugye arra kell menni. Tehát, hogy azért egy egész hangulatos kis várost láthatok magatok előtt. Szerintem nagyon meglepő a játéktól, hogy Early Access-ben ez a játék konkrétan így néz ki. Tehát lejöttünk ide, és konkrétan eltörpülünk az épületek mellett, és én szerintem fantasztikusan néz ki a játék. És eléggé tele van élettel a város, attól függetlenül, hogy kontaktot nem tudunk velük létesíteni, tehát nem tudunk velük beszélni.
Most elmegyünk arra be, ez ugye nem figyeltük, hogy mit mond. Ó, föl lehet mászni dolgokra. Ha? Az, aznak örülünk mindig. Ez biztos én vagyok. Már szobrot emeltek nekem. Megérkeztem. De én szerintem... Tehát egészen rendben van a játék. Aha, itt ki tudjuk választani a dolgokat. Tehát H-betűt nyomva. Egy picit fura, hogy így meg van döntve így befele a cucc. Lehet, hogy ez majd később még, mert nem tudom, hogy mennyire fog zavarni. Lássuk, mik vannak itt. Ugye úgy látom, hogy van páncélértékünk, életünk. Ez szerintem lehet, hogy valami kinetikus energia lesz, vagy tehát, hogy valami mágia is lesz benne. Azt meg, ha jól láttam, a futáshoz fog kelleni. Így van, tehát ugye ez a staminánk. Fönt, ja, H betű, mondom, H betű. Fönt itt ugye vannak különböző féle missionök, ugye, hogy hol vagyunk, úgymond a világrendszerbe, ugye maga a karakterünk, ugye itt vannak a fegyverek, elég sok fegyvert magunkkal tudunk vinni, szerencsére. Ugye itt a Hanit írja is az armort, HP-t, armor visszatöltődés, nem, tehát vissza fog töltődni. Vannak ugye talentek, tehát hogy azért esztet is ki lehet majd, hogy ja, is van szintje is külön, aha, és akkor itt írja, hogy mi micsoda. Jó, tehát hogy azért el lehet benne veszni magában a játékban. Ugye itt a pilóta dolog, reflexünk van plusz egy, és plusz kettő, tehát hogy azért itt vannak dolgok. Gondolom ők a kívülállók, tehát hogy ők ellenük kell majd menni. Itt van a reputáció, követők, tehát személyzet, a, milyen kargótok van, milyen küldetés, gildek, úgy tehát látjátok, hogy azért van is, még kettőt nem is ismerünk ebből, tehát hogy ezek is vannak, Galaxy Web egyelőre ugye nem ismert, és diplomáciából itt is láthatjátok, hogy a különbözőféle frakciókat. Úgyhogy ja, igen, el kell mennünk ez a hölgyeményhez, aki csak itt áll, egy idős hölgy, van itt a térkép, ezt még tényleg meg akartam mutatni, csak nem tudtam hirtelen melyikkel kell behozni, és akkor látjátok, tehát így néz ki maga az egész egyelőre, ez a naprendszer, de elvileg át lehet menni itt a különböző féle rendszerekbe. Úgyhogy ezt majd megnézzük, vannak állomások is, tehát nagyon-nagyon sok minden van a játékban. When do you plan on paying my rent? Why don't you consider doing more routine work? Our connector always has many freelance jobs available. When was the last time you spoke to him? Be quiet and listen to me for once in your life. You know how much I love you. I've let things slide for far too long. It's about time that you will go and get a freelance job from Connector. Good luck. Okay. Most úgy szokásos játékelem küldözget nekünk egy jobbról balra. Elég hülye mozog a karakterünk, mint valami idegbeteg. Ez egy kicsit olyan idegesítő, hogy ilyen nagyon gyorsan fut, mint a fel lenne gyorsítva, de szerintem nem elviselhetetlen. Igen, érdekel valami munka. As a matter of fact, I was looking for a pilot to take an old woman to the Ferrand station. Well, there is this one combat mission. But they specifically requested a minimum of S. That thing shouldn't even be cat. Okay, I'm going to. Don't make me regret this. Good luck. Okay, ez is megvan. És szépen kapjuk az XP-t, úgyhogy most elmegyünk a hajónkhoz. Ugye, ami arra található, és azt nem tudom, hogy viszont lesznek-e még itt boltok, vagy bármi más, ahol esetleg vásárolhatunk, vagy ilyesmi. Gondolom, hogy ezt majd később fogja a játék nekünk megmutatni. Én szerintem mindenképpen először menjünk és szálljunk föl. Nézzük meg, hogy milyen a repülés, de tényleg, tehát hogy ezért
elég komoly kis bázisokat, vagy városokat húztak föl ide. Egy picit itt olyan fura a textúra, látjátok? Tehát így vele lehet állni. Meg ott is, hogyha benéztek, akkor így hát lehetne látni az épületen, de szerintem ezt elnézzük, úgy early access még a játék. De tényleg, tehát, hogy azért elég ilyen kis város hangulata van, tehát, hogy elég sok a duma. Ez itt a leszállópálya. És ha mindig az elvileg többféle hajó is van a játékban, és ezeket mindet ugye lehet szerezni, és mint ahogy látjátok, hogy jönnek, mennek itt a hajók. Látjátok, van itt ilyen is. Ez már is húzott. Ott egy másik fajta. És ez a rozsdás technia miénk, úgymond. Úgyhogy ilyen komoly ide jöttünk, és kinyílik. Oké. Itt vagyunk. Ragyogunk. Hogy kell felszállni és repülni? Azt látom, hogy exit, take off, air. Na, hosszan kell nyomni. Aha. Egy picit fura. Ó, azt nézzétek. Jaha, zuhanunk. Vagy mi van? Oké, maradjunk így. Van ez az eleje a hajónak. Így pedig a hátulja. Azt mondja, hagyjuk el a bolygót. Jó, megpróbáljuk. Ennyit még talán tehetünk érte. Nincs valami nitro? Oh, space-szel. Vagy shift-tel, de hogy is nem. Ebben nem túl hangos a izé. Most vakul meg mindenki, vagy meghalunk, vagy nem tudom mi lesz. És ugye ott a bolygó. To start warp, first, open the scanner interface. Here you can see the locations to warp. Then set a target by clicking it. After choosing a target, close this interface, find your chosen target in space, and lock it. Alternatively, you can activate your ship's warp drive while you haven't selected a warp target yet. In this way, you can see the warp points to start warp. First, open the scanner interface. Here you... Oké. Azt mondta, nyomjuk meg a T betűt. Válasszuk ki a Mining Station-t. Menjünk vissza. Keressük meg a Mining Station-t. És... Uha. Calibration completed. Waiting for the thruster input. Azért elég komoly. Tehát, hogy eddig szerintem azért játszható a játék. Tehát, hogyha valaki tényleg ez ilyesmiket bírja, meg szeret utazni, fölfedezni, kicsit háborúzgatni, hopp! Oké, warp drive, az úgy látom hűl. Are you here on scout mission? I specifically requested those with ships above SX4. Don't get me wrong, but I'm not sure you can complete this task with this floating junk. Don't rush. Let's make sure the ship is in good condition first, shall we? Let's start.
Can you move right and left? Good. Let's see your hover thrusts. RV. Nice. Now give me some rolls. Now let's see if your turbo thrusters are in good shape. Not bad. Finally, let's try dot moves. Your engine seems stable. Let's check your combat systems. Let's activate your weapons. I'm sending you a target with no shield, so you can easily destroy this target with your turrets. Now activate your turrets weapon group. Aha, tehát vannak fegyveren izé gruppok is, tehát hogy melyiket... Mit nyomtam meg? Láthatatlan a hajó. Wow! Beautiful. Now let's try a target with shield. Activate your laser weapons. Aha. Tehát az egyik... Not bad, but it is easy to hit stationary points. For dynamic targets, you should first lock it. Now lock the target I sent. Good. Since you're using a fighter class ship, we need to check the pursuit systems as well. Let's try it now. Várjam, arra nem volt szó, hogy ez menekülni is fog, hello. Aha, ott vagy, hova kéne célozni, aha, oké. Use your pursuit system. Let's try again. Missalok. Good. Since you're using a fighter class ship, we need to check the pursuit systems as well. Let's try it now. Hol vagy? Tehát itt váltani kell a csoportok között. Since you're using a fighter class ship, we need to check the pursuit systems as well. Let's try it now. RMB. Try to use your lasers to shut down the target shield. Good. Now switch your weapon group to one and destroy its hull. Done. I think you are good to go. I guess you're the pilot who took the job. We have been seeing unusual activity in this asteroid field for a while. Unidentified scout ships patrolling the area. We want you to take care of it. Scout ship. Just to see the scout ship. Yeah. Hát ez távolodik tőlünk, hello? Tehát ezzel tudunk hogy hívják valni, egyszerű. Hogy egy kicsit töltődjön vissza az energia. Oda tudunk vajon warpolni hozzá? Tehát, hogy így... Mert ő amúgy távolodik szerintem. Ezek vagyunk mi? Hű, mennyi minden van itt a környéken, hát semmit nem látok.
Tehát mindig felugran a távolság. Ahogy hívják rá. Destroy. Clean up. Oké, és hogy tudom eltenni a fegyvereket, hello? Ezt nem mondta. Hogy érjük utol azt a hajót? Oké, ezt nagyon meg kell tanulni. Hogy hogyan működik a harcrendszer a játékban. Hey, these are just stealth chips. We need to find out why they're here. Give me a second. There's a station up ahead that was destroyed by an asteroid impact. I see a movement there. We need to find out what they're hiding there. Would you sneak up there and check it out? Okay, ez viszont most közeledik. Legalább. Hoppa, ami jó gombot nyomtam, bocsánat. Megérkeztünk. They set up a secret base here. Watch out. They shouldn't notice you, or they can destroy everything, including you. Try to get close. Watch out. They set up turns around. I see your ship as a coke park. Use it now. Oh, good. Now move slowly and don't fire any weapon, or they can locate you. We have to get into that building, but you can't get there with your ship. Oh, I know it's dangerous, but you have to leave that ship and neutralize those pirates. I will give you extra reward for that. I found a blind spot for your ship. You should leave your ship there and get off. I see you don't have any weapons on you. Let's find you some firearms. Give me a second. I found some weapons and ammunition there. Go and equip them before the encounter. Okay, menjünk el a fegyverekért. Óránk bombáztak egyet, hello. Ez komoly volt. Hát ide a puskát. Good. Now go to that platform and neutralize the pirates. Ó, kicsit fura ez a kamera nézet. Oké, most elég, akkor megkaptunk mindent. Ez mi? Soti? Nekem ezért adjál, rifült adjál. 58 lőszer, azért bele megy.
Legalább látunk egy kis harcot is, egy kis földharcot. Oké. Okay. Aha, és akkor a loot az ide szállt. Ki tudjuk lootolni. Vagy nem. Oké, ez egy kicsit fura volt, hogy nem akarta ki lootolni rendesen. Ott a sarokba villog valami, azt megnézzük. Hát ez csak lámpa. Na várjunk, ez pisztoly. Ez rifle. Ez valami... Oké. Oké. Hát ez nagyon soká tölt újra. Aha, lehet így váltogatni. Egy hónap után felrobbant legalább. Na. Azt szerintem ez meghalt. Ketté szakadt a csávó. Hagyjad már. Azt nézzétek, jó, hát mondjuk nem a legszebb izé grafikával, de ketté szakadt a csávó. Good job. Okay. Watch out! There's a dropship approaching. Take cover. Menjünk vissza. Jó, másik fegyver. Nem lehet legugolni valahogy, de... Jó, hát ezek most elég könnyen haltak. Oké, nem lehet elmutni ezt a hajót, ez kicsit nagyobb, mint a miénk. Jó, ilyen kis buták. És akkor merőjük meghaltam volna. Az meg. Menj, repülj, fuss, szaladj! Ez kicsit erős kezdés. Elég hangos is. Thank you.
activity around. You did a great job. Come to Axel. Your rewards are waiting for you. Oké, srácok. Szerintem nem rossz a játék. Tehát aki szereti az ilyen stílust, szerintem annak be fog jönni mindenképpen. Tehát itt tényleg tudtok lövöldözni, varpolni, lootolgatni. Tehát, hogy nagyon sok minden van a játékban. Egy picit ezek az utazások hosszabbak, tehát itt lehetne egy picit plusz, vagy nagyobb tolóerő a hajónak. Ez a A-ból B-be elmenni, ez egy kicsit hosszú, szerintem. De teljes mértékben nézni szerintem játszható a játék. Mondom, aki szereti, azt szerintem próbálja ki. Landing gear with the N key. When the landing gear is deployed, align the ship and hover. You can toggle. Oké. Okay. Landing gear-t emlegetett. Oké. Okay. Hogy vagyunk itt most? Így, ugye? Hát ezt neki mentem. Hogy tudok landolni erre az izére? Deck 1. Igen, tehát itt ugye nem tudod, hogy melyik az előre. Szerintem az. Oké. Vagy tudunk leszállni erre? Nem. Jaj, volt ilyen is. Tehát ez gondolom a rakéták ellen lett volna, jó? Oké. Nem ez a gomb. Itt mondtam ugye a játék, csak nem olvastam el. Buta fejjel. Mining station, oké. Tehát ugyanúgy tudunk vele kommunikálni. Tehát, hogy engedélyt kell kérni a leszállásra. Oké, de mindjárt neki megyek, de várjunk, ki kell engedni valahogy a kereket, azt hogy kell kiengedni? Gildek? Nem. Diplomácia? Nem. Hol van vajon a... Hű, itt is mennyi izécuc van, azt nézzétek, amit van, tedd meg a körözésektől kezdve, amit akartok. Tehát, hogy ezért tényleg van benne... cucc bőven. Oké. Videó tutoriál. Nem, nekem az kell, hogy megmondd, hogy hogy tudok leszállni. Ez egyszer már beadtad, csak ott legalább írná. Oké, hogy beszélni kell vele, de hogyan tudok leszállni? Biztos, hogy írta, hogy mit kell nyomni. A leszálláshoz. Ugye V-vel tudunk süllyedni, azt tuti. De olyan szóval kiengedni a kerekeket, oké. Okay. Settings. Interface. Inputs. Keyboard, oké. Okay. Open cargo. Fotó. Igen, scanner. Menü. Ship. Jó, hát ez tiszta sor. Ennel? Enn, mint Nóra? Oda is vertem, tessék. Aha, és akkor kapunk ilyen kamerát, azt én szálljak le. Jó, legyen. Biztos, hogy ezt akart, hogy én szálljak le? És akkor G-vel ugrunk ki a hajóba. Hát ez csodás leszállás lett. Ez, esküszöm, hogy ez fantasztikus, ahogy kinéz.
ez jól nézett ki viszont. Jó, ez jól néz ki. Ez a cucc. Jó. Hát ugye ez egy ilyen kis állomás, tehát ugye ebből van egy pár. Jó napot kívánok, hello, hello. Oh, minden itt, de hangos volt ez. I'm going to transfer the money to your account. Ahogy ez a pénzt. It's an old piece of junk I found in the remnants of an old... Why are you so interested in it? I've already mentioned where I found it. Just be aware though. I'm not sure... Well, you're in luck. It just so happens that I need to collect some things from that area. Újraépítünk a barátságot. Legyen. Send me... Na, srácok, szerintem, amit így most kipróbáltuk részben, meg tudok nektek mutatni, azt én szerintem megmutattam, tehát így néz ki a játék maga. Ugye van benne akció, repülés, küldetések, karakter tudod húzni, lövöldözhetsz, tehát hogy azért tényleg van benne minden. Föl is kaptuk a sapkánkat. Úgyhogy én szerintem, aki olyan, az mindenképpen próbáljátok ki a játékot. Hogy itt valahogy olyan egy fotómód, nem? Én nem emlékszek rosszul. Nem volt valójában egy fotómód. Aha, azt nézzétek, tehát itt vannak fegyverzetet, tudtok upgrade-elni a hajót, és így kidobálja a modulokat, látjátok, tehát hogy mik vannak benne, és ezeket mindet tudjátok. Még vannak drónok is, tehát hogy... Tehát nem pici a játék mélysége. Én eddig még másnál nem láttam magát ezt a játékot, hogy esetleg bemutatta volna. Úgyhogy szerintem mindenképpen akinek tetszik, az nézzen rá. Próbáljátok ki. Nem olyan drága a játék maga. Igaz, hogy early access, de mint hogy látjátok, azért van benne mélység. A grafika lehetne egy picit szebb, de szerintem amit ebből ki lehetett hozni, azt kihozták, mert azért elég jól néznek ki ezek a animációk is. Ami nem tetszik tényleg az, hogy így úgy fut a karakter, mint egy őrült. Úgy látom, hogy azért vannak benne fegyverek is, van inventorink, úgy itt lootolgattunk dolgokat, gondolom ezeket majd szépen tudjuk cserélgetni, van itt másik ruha, úgyhogy mondom, tehát hogy mindenképpen próbáljátok ki, várom a visszajelzéseket is, hogy nektek mi a véleményetek róla, nektek bejön ez a játékstílus, maga az űrös kalandok bejönnek-e, és mondom, tehát mindenképpen próbáljátok ki. Én nem gondoltam, hogy ez a game ez ilyen kis funny lesz, de egészen tetszik, hogy valószínű fogok még majd vele játszani. Aztán várlak vissza benneteket legközelebb is, addig is jók legyetek, hali-hali, sziasztok!